Magyarország jól teljesített 2020-ban az úgynevezett jövőképesség index alapján. A magyar szakemberek által megalkotott új mutató megkönnyíti az országok összehasonlítását a tekintetben, hogy milyen mértékben készültek fel a jövő kihívásainak kezelésére, és eközben mennyire biztosították állampolgáraik számára a jó élet körülményeit. A legkülönbözőbb tudományágak kutatói nyilvános adatok alapján elemeztek ki 36 OECD országot. Az élen torony magasan Kanada, majd Ausztrália és Norvégia végzett, míg Magyarország holtversenyben Lengyelországgal a 8. lett. Hazánk pedig világelsőnek bizonyult az egyik alrendszerben, az egyensúly terén. A balance az azt jelenti, hogy a társadalmat ne feszítsék szét túl nagy szélsőségek. Hogyha megnézzük például a Gini indexet, amit Magyarországon most a legutóbbi mérés szerint 28,4, az Európai Unióban olyan 30 körül van. Ez azt jelenti, hogy Magyarország egy, mondjuk fogalmazunk így, hogy egyenlőbb ország, mint az Európai Uniós társaink. A gondoskodás dimenziójában viszont feltűnően hátul a 26. helyen végeztünk, ami azt is jelenti, hogy az állami és társasági ösztönzők, illetve segélyek nem segítik megfelelően a fejlődést. Az index szerint a mexikóiak élete vált a legkilátástalanabbá.